Józsa Judit Európa szerte ismert neves korondi keramikus családból származik. Tanulmányai mellett rendületlenül dolgozott szülei műhelyében. Ahogyan ő fogalmaz, az volt a második iskolapadja. Több mint 100 kiállítása volt már, műveivel eljutott a tengeren túlra is. 2009-ben a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozták neki. Kezenyomán életre kelnek az Árpád-házi szentek, a magyar nagyasszonyok, a magyar irodalom kiemelkedő személyiségének múzsái, a népi mesterségek és a népmese világa. Sárospataki kiállítására a magyar nagyasszonyok tematikus munkáját hozta el. Több mint 100 kiállítás van már Judit mögött, és hát bizony ebből most már a második alkalom, amikor a mi városunk is feliratkozhat erre a rangos népsorra. A másik pedig, amit el is mondtam, hogy egyszerre egy élő történelmi környezet, és ugyanakkor egy irodalmi múzeum is ehhez a mostani kiállítási anyag, hiszen azok a nagyasszonyok elevenednek meg itt, akik erről tanultunk, vagy éppen, ahogy én mondtam, a Csíkos-Pöttyös korszakú könyveinkben olvastunk. Szerintem mindenki el tud mélyülni az alkotásokban, és ami a legfontosabb, hogy olyan vizuális látványt nyújt, ahogyan azt Eperjes Eszter mondta, egy kicsit a szívünket és annak minden bugyrát melegíti. A magyar művészetben még senki nem ábrázolta a magyar nagyasszonyokat egy csoportban Emesétől Tóth Ilonáig. A művésznő több mint 13 évig kutatta a történelmet, míg összeállította az 59 magyar nagyasszony portréját, és később kerámia szoborba öntötte. Ezt az összmagyarságot, ezt fogja össze azzal, hogy megmutatja, hogy milyen értékes a történelmünk, az irodalmunk, a múltunk, a hagyományunk, a művészetünk, és ezt a küldetést, vagy küldetéstudatot erősíti a szobrai, a munkái által, hogy igenis mi magyarok nagyon értékes gyöngyszemei vagyunk a világnak. Józsa Judit kerámia szobrász célja nem csupán az, hogy a múlt hangulatát és értékeit bemutassa, hanem az is, hogy a méltó asszony alakját közvetítse. Visszamenőleg egészen Emesétől mondjuk Árva Betlen Katáig, Árva Betlen Katától Tóth Ilonáig nem igazán készült el tematikus kiállítás ebben a gyönyörű témában. Úgyhogy művészettörténészként is, kerámikusként is úgy éreztem, hogy ez nekem nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, és hát művészettörténészként pedig hát elengedhetetlen volt az, hogy hitelesen mintázhassam meg azt a szemét, akit egy-egy kiállításra elviszek. Józsa Judit terrakotta kis plasztikái március 1-jéig láthatók a Sárospataki Művelődés Házában.